kb. 60-asokat is. Közben fentről újabb két kulivonat érkezik. Azért látják, hogy ennél kulival jól állunk. Az itt érkező szürke színű talán a legeredetibb állapotában megnőzött MV kuli, gyakorlatilag a gyári kulisát látják. Mögötte pedig tipikus villagyári kultus kocsolata látható, egy hagyományos kultus villagyára a formázás után ezekben a kocsikban szállították a témákat. Ez is kemencei, eredeti kemencei jármű. Azért nevezünk vadászkocsinak, mert a középső hosszadján egymásnak háttal, kifele nézve, két utas is ülhetett, ez lehetett akár egy vadász, a puskával kezdve már vonatkozása közben is. Újabb már kicsit nagyobb járművekkel érkező vonat gurul be itt a harmadik vágányra. Ez már nem egy MV-kuli, hanem vasutunk jelenleg egyetlen villamos mozdonya, egy éjjel 9-es típusú NDK gyártmányú bányamozdony vezeti, és mögötte bánya járművek érkeznek, egy hőszállító csillag, egy felső tetényi bányavasutó érkezett, mögötte pedig a Kodogolasszokban házilag készül, Tukol Becenévre hallgató népes volt. Művünk szintén a téglagyárak ismerőinek lehet ismerős. Ez is a elsősorban téglagyárakban dolgozott. Ő egy QL28-as típusú dízelmozdony, dízelmechanikus mozdony. A névrokonság nem véletlen, a gépészeti része, tehát motor, váltó és egyéb részei, az gyakorlatilag megegyeznek az QL28-as traktor 60-as években gyártott QL28-as traktornak a megfelelő elemeivel. Ezt a mozdonyt, ezt a kis kéttengelyes mozdonyt téglagyári használatra a 60-as, 70-es években a téglagyári egyesülések gépműhelyeit gyártották az országban több helyen. És hát jellemzően a téglagyárakban az agyagbányából a téglagyári szállítottak a erőforrása két hiteles csatármotó, az építető 13-as típusú erőkamerás szívó visszámotó, ami keresztül hajtja az irányváltó hajtóművet, az pedig egy lánccal, biciklihez hasonlóan, csak egy kicsit nagyobb lánccal hajtja a hátsó, aztán az első tengelyt. Építettek elődei, a hátsó kocsikat pedig már mi építettünk ilyen hosszabbos felépítmény. Az első kocsi az lassan 100 éve van itt a vasúton, ugyanis 1924-ben, amikor az esztergomi érsek meglátogatta az őrsegi birtokait, ugye akkor a Kemence környéki erdőségek is az érsekség, vagy ahogy akkor mondták, a primácia birtokában voltak. A hármas megyenek, kérem a vágyány mellett vigyázzanak. Mint látják, nálunk a járművek kézifékezéssel közlekednek, légfékes berendezés közlekedésben, ami azért nem olyan főleg amikor nem olyan kedvezőek a körülmények, mint most. Az már a téli.
tele volt gyerekkel.
Thank you.
Nem is pont nem alattam róla, de mekkorát volt.